egészségű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló T5000-es számú törvényjavaslat kisebbségi véleményét ismertetem előjáróban. Elmondom, hogy az általános vitára nem találtuk alkalmasnak a kormány által benyújtott javaslatot a következők miatt. Fontosságát és jelentőségét tekintve nem elfogadható, hogy egyfajta saláta törvényben rendezi a megváltozott munkaképességű személyek ellátását, nem csak hogy udvariatlan, de méltatlan is megítélésünk szerint. Nem tudjuk támogatni a megszorításokat tartalmazó paragrafusok miatt sem, hiszen jelenleg a társadalom a tűrés határát már elérte, véleményünk szerint ezzel a javaslattal az egyébként is nehéz helyzetben lévő réteg teljes katasztrófájához vezet, hiszen olyan mértékű és szintű juttatást kíván adni a megváltozott munkaképességűeknek bármelyik besorolásban, ami még nagyon sok esetben az éhenhaláshoz sem elég. Nem értünk egyet azzal, hogy egy elég szigorú jogkörökkel rendelkező és elég tág jogosítvánnyal rendelkező hatóságot ültet tulajdonképpen a megváltozott munkaképességűek fejére, még jobban elnehezítve helyzetüket. Nem elfogadható, hogy megnyit kérdéseket a törvénytervezet, de ezeket a kérdéseket nem rendezi. Továbbra sem tudjuk támogatni, hogy túl nagy keretet enged át a miniszteri rendeleti, illetve kormányrendeleti szintre. Ide kapcsolódik például, hogy a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatban, illetve a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban, majd a miniszteri rendelet fogja eldönteni azt, hogy mik még azok a munkakörök, amelyek mentességet kapnak a rehabilitációs hozzájárulás befizetésétől, véleményünk szerint ez korrupciós lehetőséget rejt magában. Nem tudjuk támogatni, hogy a kormány a kiszámítható rokkantsági nyugdíjat megvonni tervezi, és egy homályos rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátást tervez helyette bevezetni. A rokkantsági nyugdíj megszüntetésével az állam a korábban szerzett jogokat vonja el. Ezzel fokozza az amúgy is meglévő társadalmi feszültségeket. Az, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár előtt több mint 5 évvel állók tömegeit szabadítanák rá szinte teljesen esélytelenül a hazai munkaerőpiacra, véleményünk szerint teljesen elfogadhatatlan. A megszorítások, a bölcsődei díjak emelése tovább rontják Magyarország demográfiáját, így ez részünkről nem támogatható. Ellentmondások figyelhetők meg a szövegen belül is egyes fogalmak, kategóriák tisztázásakor. A tervezet nem határozza meg a szükséges szervezetrendszert, nem válik világossá, hogy a tervezet hogyan illeszkedik a 2012. január 1-e napján hatályba lévő alaptörvény nyugdíjtárgyú sarkalatos törvény létrehozási követelményeihez. Költségvetési szempontból támogatandó a rendszer potya utasaitól való megszabadulás szándéka, ám a teljes megtisztulás az egyes és a kettes csoportba tartozók felülvizsgálati mentessége mellett nem kivitelezhető. A felsorolt indokok alapján nem tudjuk támogatni a kormány által benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő.